A Hotel Magyar Király adott otthont a 25. alkalommal megvalósuló országos szemészeti továbbképző konferenciának szombaton. A jubileumi rendezvényen szó esett többek közt különböző szemdiagnosztikai és terápiás eljárásokról, a szemsebészet fejlődéséről, a genetika jelentőségéről, valamint a szemtumorok kezelési lehetőségeiről is. A technikai és az operatív beavatkozások minőségi technikai feltételei fantasztikusan javultak. Azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ezeket az eredményeket, amiket mi produkáltunk a kollégáimmal, úgy gondolom, hogy méltó arra 25 év után, hogy összefoglalva erről eredményeket tájékoztassunk. Maga a rendezvény pedig úgy gondolom országos rendezvény révén nagyon fontos kiemelni, hogy mind a 4 szemklinika képviselteti magát előadásokkal, és a szakma területéről nagyon érdekes témákat válogattunk össze. Cserpalkovics András polgármester a konferenciával kapcsolatban elmondta, mindig nagy megtiszteltetés a város számára, hogyha országos szintű tudományos eseménynek adhat otthont. Bármelyik szakirány is tartja, egyrészt rang elismerés, másrészt az itteni szakembereknek egy lehetőség, hiszen megismerkedhetnek a kor legkorszerűbb szakmai tudásával, adott esetben eszközeivel, módszertanaival, és arra is jó szerintem, hogy az ország különböző részeiről jönnek, egymással találkoznak, azok a szakemberek, akik egy szakterületet űznek, az az ő hivatásuk, ebben az esetben most ugye a szemészek, és ki tudják cserélni ezeket a tapasztalatokat. Ezzel mi ellátottak csak jól járhatunk. A polgármester továbbá köszönetét fejezte ki Bucsi László, a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója irányába, aki kollégáival megszervezte és városunkba hozta a jubileumi eseményt.